2020-ban, ebben a gyönyörű évben volt a premierünk itt a Várkert Bazárban az öcsémmel. Háromszor maradt el, és a negyedik alkalommal tudtuk megtartani, és elszállt az angyal a terem fölött. Csodálatos élmény volt. És azóta is nagyon várom, hogy mi ide visszajáró emberek legyünk, és ne ilyen online videós felvételek legyenek, ilyen advent, hogy így ülünk egy ablakban, vagy így vagyunk adventi ajándék, hogy online lehetünk csak, hanem hogy újra itt lehessünk veletek együtt, addig, amíg magunkban készülünk az ünnepre, meg az adventben megpróbálunk mégis valahogy fölöltözni lelkileg, addig meg fogadjátok sok szeretettel ezt a szöveget az én adventemről. Idén legyen ez a karácsony. Akkor legyen idén az a karácsony, hogy otthon vagy valahol. Nincsenek viszonylatok, nem adódik egy ahhoz képest. Minden úgy természetes, ahogyan van. Magától értetődik. Nem lehet másképp. Képes vagy elfeledni, kizárni a tudatból, milyen sok helyen laktál már. Számtalan város, ezer tere. És még ebben a mostani utcában is volt már lakásod egy sarokkal arrébb. Nincsenek kérdőjelek, elvágyódások, ilyet pakolás. A karácsony idén nem azt jelenti, hogy bőröndből élsz, és rettegsz, hogy a Tánti, az Ángyi és a Béla bácsi ajándéka is ott lappul-e a csomagtartó vízszintes poklában. A karácsony nem egy dermesztő kanossza, keresztül a tágas magyar alföldön, hiszen nem azt ünnepeljük, hogy a megváltót kiűzték a pusztába, azon nem is lenne mit, hanem hogy megszületett. Hogy Isten fiát egy emberpár örökbe fogadta. Legyen idén az a karácsony, hogy kerek a világ, mint a buci, mint édesanyád bodakenyere, kerek az élet, mint kölyökként utoljára, amikor nem tolakodtak a szívedbe kételyek, mert nem is tudtad, hogy lehetne bármi is másképpen. A rend, amit öröknek és megváltoztathatlannak hittél, ifjú szüleid improvizálták. Justi mama vitte el sétálni, amíg ők először díszítették a fát, és te olyan makas gyerek voltál, hogy attól kezdve annak úgy kellett lennie, minden mozdulatnak stimmelni kellett. Újra játszani, újra élni. De hát ez a lényege, megtalálni a szent ismétlődésben a betlehemi csodát. Legyen idén az a karácsony, hogy az a lakás, amit eddig csak megszokásból neveztél az otthonodnak, most tényleg, megváltoztathatatlanul az lesz. A lányod ismeri minden titkát, ez az ötödik emeleti ajtó nyitja gyerekkora szent terét. Minden fiókhoz viszonya van, minden szekrény ajtó nyitáshoz technikája. Az udvar pazar labda kínálata, melyet a kertszomszédos óvoda lurkói garantálnak, lenyűgözi. Mindent megjegyez és mindenről van véleménye. Idén legyen az a karácsony, hogy az életed újra a tiéd. Teljes egészében az. Nem átjáróház, nem alakítja kényekedve szerint időjárás, más családok, másféle szokásai, betévedt emberek, elpazarolt napok. Legyen a legelemibb hétköznapiság a karácsony idei üzenete számodra, hogyha jelez a csöngő, megjött a sétáról a családod. Ha este van, egy kisverép tátja a száját vacsorára. Nem lehet örökké elvágyódni. Betegesen újra és újra élni kamaszkori napokat, ünnepkor meg azzal vigasztalódni, hogy a betlehemi jászol a gyermek perspektívája. Ő lát bele, azért van olyan alacsonyan. Te már kinőtted, a karácsony neked kopott középkorú embernek csak hagyomány. Ne akarj még az évféli miséről is egy másik évféli misére vágyni, akár a legrosszabbikra, mindjárt apátok októberi halála után, melyet az öcséd végighorkolt melletted ütemesen és lágyan, és te érezted végre valahol biztonságban van. Maradj ott, ahol vagy. Egy szőke göndörimbolygás húzza a kezed, kurjongatása, rajongása, ahogy a lábad szorítja, ne engedjen el. Vedd fel, húzzon vissza az önsajnálat métejéből, ne akarj fiatalabb, egészségesebb, naívabb lenni, sőt, ha elfogadsz egy tanácsot önmagadtól, ne akarj semmilyen. A készülődés csodáját, az advent üzenetét már megkaptad. Az egyik igazán hideg estén a lányod oda vezetett a játszótér vaskapujához, és a riglire mutatott, hogy nyisd ki. Egyértelművé tette, hogy menni akar. De hát a babakocsi, mutattad neki, ott hagytuk a nagy homokozó mellett. Mire súlyosat sóhajtott,
fáradtan és csalódottan a combjára ejtette a kezét, mint egy színésznő is, elindult veled vissza. Azt hitted, ezek tanult rutinok, csak megismerte a babakocsit, csak odament a kapuhoz, csak a részletek, de amint odaértettek a kocsihoz, ismét mutatta, hogy induljatok végre. Ettől kezdve úgy beszéltél hozzá, mintha felnőtt lenne, és hagytad, ő menjen elől. Ovakodtál tőle, hogy árulkodó jeleket tegyél, merre kell indulni. És a lányod, gügyögve kurjongatva, memme monológia végtelenségében elindult haza. Néha megfogta a kezed, máskor elengedte, mosolyogva büszkén nézett körbe, a játszón, mely az övé, a téren, a kisközön, az árkádok alatt meg-megállt, a kutyát látott, integetett minden járókelőnek, és ment az utcán, a városban, az estében, az adventben, ami az övé. Az árkádoknál direkt magára hagytad, két átjáró, háromféle irány, de pontosan arra totyogott apróbbnál is apróbb lábával, amerre jönni szoktatok. Te csak toltad az üres babakocsit, és ahogy kifordultatok az utcára, mutatta nevetve, hogy tessék, és úgy kacagott a kapuajban, mint akinek angyalok laknak a szívében. Hát tessék, te buta apa, látod? Mi, Grecsóék? Itt lakunk. És ölelésre nyújtotta a kezét. Vedd fel! Hadd üsse be veled a kódot! És a szívmelengető ajtóberregésben, melynek ember még így nem örült, mint mi, tényleg megölelt. Megszorította a nyakad, sikerült. Hát látod, így van. Ő hazatalált, te hazaértél. Idén legyen ez a karácsony.